Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt ugye a ELTE PPK-nak a sportmenedzser mesterszakos tájékoztatója kezdődik. Próbálom nagyon-nagyon röviden és tömören összefoglalni a szakkal kapcsolatos, illetve néhány felvételével kapcsolatos tudnivalót. Igyekszem mindenről röviden beszélni, és akkor a végén pedig van lehetőség a kérdésekre. Annyi, hogy akinek kérdése van, az nyugodtan esetleg csetbe beírhatja, és akkor azt próbálom majd közbe beleszűrni abba, amikor tartom ezt az előadást. Kezdeném azzal, hogy engem dr. Gősi Zsuzsannának hívnak, és én vagyok a sportmenedzser szaknak a szakfelelőse itt az ELTE PPK-n. A következő évfolyam az már a harmadik évfolyamunk lesz, amit tervezünk elindítani. Ezt itt mi dolgoztuk ki, ezt a sportmenedzser mester szakot, hogy egy kicsit különbözően és egy kicsit hasonló legyen ugye a versenytársainkéhoz képest, de majd erről egy picit beszélek későbbiekben is. Most már sok jó és néhány megfontolandó tapasztalat van, hiszen már ugye két éve fut ez a képzésünk. Ahogy látszik, ugyanez nem két egyetemnek a közös képzése, de aki kicsit is ismeri az ELTE-t, az pontosan tudja, hogy az ELTE-nek egy-egy kara az olyan nagy, mintha itt két egyetem együttműködéséről beszélhetnénk. Ugye itt az egyik kar, amelyik bekapcsolódik ebbe a képzésbe, az az ELTE-nek a pedagógiai és pszichológiai kara, ahonnan az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetnek az oktatói vannak részben jelen ezen a képzésen, és a másik pedig a gazdaságtudományi kar, ami ugye a sportmenedzser képzésnek a gazdasági oldalát próbálja erősíteni. Ugye itt mindig felmerül a kérdés, hogy amikor az ember jelentkezik, akkor melyik egyetemet válassza. Ugye az ELTE-nél talán olyan szempontból nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy az ELTE, hogyha bármilyen rokat nézünk, akkor tudjuk azt mondani, hogy az első számú hazai egyetem évek óta ugye vezeti, leginkább a HVG szokott ilyen rangsorokat készíteni, tehát évek óta vezetjük a felsőoktatási rangsort, mind a jelentkezők létszámába, mind a jelentkezők átlagpontszámába. Általában nagyon-nagyon sok egyébként nemzetközi összehasonlításban is az élen állunk. Ezt tegnap néztem meg én is, hogy ez az év, ez már az ELTE-nek a 389. tanéve lesz, tehát a 2023-24-es év, tehát azért azt is lehet mondani, hogy jelentős történelmi múlttal rendelkezünk, és bár itt pont az az épület van kivetítve, ahol a sportmenedzser hallgatók majd valószínűleg nem fognak megjelenni, de azért azt is tudjuk, hogy az ELTE-nek nagyon-nagyon sok épülete van, és több helyen is fogunk találkozni. Hogy a két karról még egy kicsit úgy bővebben, hogy mik az erősségek, meg mik a gyengeségek. Az ELTE-nek a gazdaságtudományi kara, mondhatni azt, hogy egy új vagy egy nagyon fiatal kar, de nagyon-nagyon hamar átvette a gazdasági tudományi képzési területen a vezető szerepet. Gyakorlatilag ők 4-5 éve működnek önálló képzés indítóként, és igazából tavaly lettek kar, hiszen előtte intézetként működnek. Ennek ellenére most már második vagy harmadik éve veszik föl a legtöbb mesterszakos hallgatót, hogy miért van ennek jelentősége a sportmenedzserek számára. Azért, mert az óráik egy része majd az ELTE gazdaságtudományi karán lesz, mégpedig nem önállóan, hanem együtt hallgatnak bizonyos alapozó tantárgyakat, mondjuk leginkább a vezetés-szervezés szakirányjal, de részben a marketinggel és részben más szakirányokkal is. Ugye az ELTE pedagógiai és pszichológiai karnak, ami nemzetközi szinten ugye nagyon-nagyon kiemelkedik, de egyébként különösen a pszichológiai képzésének, a Sporttudományi Intézet, amiben talán kiemelkedik, hogy itt nagyon erőteljes a rekreáció, illetve a szabadidő sport központúság, hát picit ez egy önállóan választott terület is,
a nagy versenytársnak, ugye a testnevelési egyetemnek meghagyjuk a versenysportot, és mi egy picit a szabadidősport vagy a rekreáció fele fordulunk. De nyilvánvalóan ez egy picit még akár egy sportmenedzser mesterképzésnél is egy-két tantárnyára érezhető, bár nem mindegyiknél. Illetve most már évek óta nálunk van a legtöbb nappali tagozatos hallgató, mind a rekreáció, mind a sportszervező alapképzésen. Nálunk egy ilyen tudatos filozófia, hogy alapképzésen csak nappali tagozat működik. Ugye nagyon-nagyon sok egyetemen ezek az alapszakok működnek nappali és bevelező tagozaton, nálunk csak a nappali fut. Ezzel szemben ugye majd a sportmenedzser képzésünk, ami szintén lehet előny vagy hátrány, viszont csak levelező tagozaton hirdetjük, és csak levelező tagozaton oktatjuk. Leginkább ez a jelentkezők létszáma miatt történik. Így. Ugye ki az, akinek jó lehet ez a sportmenedzser mesterképzés? Ugye többféle szakról lehet elvileg a sportmenedzser mesterképzésre belépni. Az egyik automatikus belépés az nyilván a sportszervező alapszakról, illetve a rekreáció alapszakról az, ami egy ilyen egyértelmű folytatása az, hogy egy pici tudásbővítés. Viszont a sportmenedzser mesterszak ugye olyan szempontból egy nyitott szak, hogy itt alapvetően bármilyen gazdasági diplomával is nagyon szívesen várjuk a jelentkezőket, hiszen itt pont azokat a sportos specialitásokat lehet megtanulni, amit esetleg egy alapképzésen, egy normál gazdasági képzésen nem. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok más képzés számára egyébként még nyitott lehet ez a sportmenedzser mesterképzési szak, de ez majd később ott a milyen bejövő kreditek kellenek, ez majd elhangzik. Ugye mi az, amivel egyébként nekünk itt foglalkozni kell egy sportmenedzser szakon, az azért nagyon, vagy nagyon sokan tudjuk, hogy a sport Magyarországon egy kiemelt ágazat. Ugye 2010 óta a kormányzat is nemzetstratégiai ágazattá, vagy stratégiai ágazattá nyilvánította. Ez aztán azt jelenti, hogy plusz források áramlottak a sportszektorban. Ez részünkről ugye azért nagyon-nagyon jó, hogyha plusz források vannak egy szektorban, ott megnövekszik a munkaerő iránti igény. Jelentsen ez létesítményüzemeltetést, jelentse ez azt, hogy nemzetközi eseményeket, magyar eseményeket szervezünk, vagy jelentse ez azt, hogy akár egyesületnél, szövetségeknél helyezkednek el hallgatóink. Azért az elmúlt 10 évben nem csak a források növekedtek meg, hanem egyértelműen több sportszervezet, sportegyesület, alapítvány működik a hazánkban. Tehát jelen pillanatban abszolút egy olyan terület, ahol folyamatosan van lehetőség az elhelyezkedésre. És akkor kicsit konkretizáljuk, mert szerintem ami érdekes lehet egy-egy történetben, az, hogy milyen tantárgyakat lehet hallgatni egyáltalán egy sportmenedzser szakon, és a tantárgyak is úgy néznek ki, amit eddig is mondtam, hogy gyakorlatilag egyrészt megjelenik benne a sporttudomány, másrészt pedig megjelenik benne a közgazdaság tudomány is. Ugye látszik itt az első blogban, hogy tanulnak olyan tantárgyakat a hallgatók, mint sportmarketing, sportmédia, sportjog, sportágak, gazdaságtana. Kicsit hasonlóan az alapképzéshez, de azért egy bővebb funkcióval. Illetve megjelennek a klasszikus, hagyományos közgazdasági, jogi, szervezési és vezetéstudományi ismeretek, amelyek egyébként elsősorban a gazdaságtudományi karhoz kötődnek. És akkor én itt szoktam elmondani, hogy ahogy a tantárgyakat látják, azért tehát különösen akik mondjuk itt végeztek, de akik nem, majd azok is rá fognak jönni, hogy a sporttudományi területet azt a pedagógia és pszichológia kar, egészségfejlesztési és sporttudományi intézet oktatói tartják. Én azt szoktam mondani erről az intézetről, hogy ez egy nagyon-nagyon barátságos intézet, tényleg, mint egy család úgy működünk, és egy picit így kezeljük a hallgatókat is, tehát abszolút
van egyfajta baráti légkör. Nagyon leegyszerűsítve mi nagyon szépen át tudjuk azt adni, hogy hogy működik egy kisebb sportegyesület. Amit én eddig mondtam a gazdaságtudományi karról, az ugye ott az hangzott el többször is, hogy rengeteg jelentkezőjük van, rengeteg mesterképzéses hallgatók vannak, ők viszont úgy működnek tényleg, mint egy professzionális nagyvállalat. Tehát, hogyha csak belegondolunk, amikor felvesznek 1300 hallgatót egy mesterszakra, és ez az 1300 hallgató mondjuk egyszerre hallgatja az üzleti gazdaságtant, ott nem arról van szó, hogy nagyon megkülönböztetjük majd egyesével a hallgatókat, hanem arról van szó, hogy egyértelműen egy professzionális üzleti tudással vértezzük fel őket. Nyilván itt néha azért kritikaként elhangzik, hogy igen, de ezeknél a gazdasági tantárgyaknál miért nincsenek ilyen sportos ismeretek. Erre, mivel hogy én saját magamnak is az alapvégzettsége az egyébként közgazdász, erre azt szoktam mondani, hogy addig nem tud sport specialitásról beszélni, amíg nem ismered általában a jogot, amíg nem ismered általában a marketing működését, amíg nem tudod, hogy egy üzleti vállalkozás hogy működik. És egyébként ez a fajta kettősség, ez azért a képzésben megvan, hogy egyrészt megkapja a hallgató egyik oldalról tényleg azt a fajta baráti, kisegyesületi gondolkodásmódot és működést, és egy másik oldalról, ami szintén szerintem a sportnak a sajátja, a nagyon professzionális és nagyon-nagyon üzleti működést, és itt nyugodtan gondolhatunk mondjuk egy amerikai nagy sportligára, ahol szintén egy nagyon professzionális és nagyon-nagyon komoly üzleti működés van. Ha megnézzük, még vannak egyéb tantárgyak, társadalomtudomány, nevelés, pszichológiai tudomány és egészségtudomány részéről is. Itt szintén keveredik egy picit már a két karnak, illetve a két oktatógárdának a tudása. Amit még kiemelnék, és ami talán érdekes lehet, ugye vannak szabadon választható tárgyak, azt azért tudni kell, hogy a mesterképzésen összességében 120 kreditet kell teljesíteni, és ebből mindössze 10 az, ami ilyen szabadon választható kreditként szokott működni. Itt azért ugye a nagy lehetőség az ELTE-n az, hogy bármilyen tantárgyat fel lehet venni az egész nagy ELTE képzési kínálatából szabadon választható tantárként. Egyébként ettől függetlenül szoktunk ajánlani szakspecifikus választható tantárgyakat is. És akkor amit talán érdemes tudni, az az, hogy ugye előbb is ki volt vetítve, hogy van szakmai gyakorlat, mégpedig a szakmai gyakorlat az hivatalosan a harmadik és negyedik féléves tantervben szerepel. De mivel alapvetően nálunk a sportmenedzser képzés az egy levelező típusú képzés, a szakmai gyakorlat esetében, aki alapvetően már sportvállalkozásnál, egyesületnél, köztestületnél, szövetségnél dolgozik, alapvetően elfogadjuk a munkatapasztalatot, illetve hogyha tudja igazolni a hallgató, akkor ugye nem a szorgalmi időszakban kell esetleg ezt a szakmai gyakorlatot megcsinálni, hanem egyébként, hogyha megbízási szerződéssel vagy önkéntes szerződéssel ő saját maga máshol végzett szakmai gyakorlatot, itt azért nagyon-nagyon rugalmasan el tudjuk fogadni. Nyilván amiatt, hogy azért nagyon magas az alapszakos rekreációszervező, illetve rekreációs és sportszervező szakos hallgatóinknak a száma, így rengeteg gyakorlóhelyel is kapcsolatban állunk, tehát ha valakinek éppen az az igénye, hogy ő szeretne klasszikus szakmai gyakorlattól részt venni egy mesterképzésnél, ugye arra is van lehetőség. Amit a lebonyolításról tudni kell, az ugye alapvetően elhangzott, hogy levelező tagozat. Ez azt jelenti, hogy jellemzően péntek délután és szombaton vannak az oktatások, mégpedig péntek délutánonként jellemzően 2 órakor kezdünk, és ott általában az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetnek az oktatói tartanak órát. Szombaton pedig jellemzően a gazdaságtudományi kar az, amelyik átveszi ezt a szerepet, és ők tartanak órát. Emiatt aztán egy 2 kar tart órát, igazából több helyszínes maga a képzés is. A péntek délutáni órák azok vagy az ELTE PPK központi épületében, tehát a Kazinci utcában történnek, vagy esetleg a mi telephelyünkön, ami jelen pillanatban a Priele Kornélia utca. A
Szombati órák pedig ugye a gazdaságtudományi karnak központi épületében történnek, tehát hogy alapvetően ez a kettősség benne van. Ugye az, hogy péntek délután vagy és vagy szombat délelőtt, ez azért, amikor az órarendet rakjuk össze, ez nem azt jelenti, hogy minden péntek délután és minden szombaton van óra. Gyakorlatilag ez ugye a péntekeknek a, tehát ugye 13 hét a szorgalmi időszak, attól függően, hogy ki egyébként milyen szabadon választhatót vesz fel, vagy ki milyen tantárgyakat hallgat, ez egy ilyen 8-9 péntek délután, és talán egy picit kevesebb szombatot jelent. Ugye, ami még mindig kérdésként szokott felmerülni, hogy az órák alapvetően, hogy mennyire kell az órákat látogatni, alapvetően az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetnél, tehát a péntek délutáni óráknál vannak olyan típusú órák, amelyek ténylegesen gyakorlati órák, és részt kell venni esetleg a foglalkozáson. Hozzáteszem, hogy itt is azért rugalmasan próbálunk meg alkalmazkodni ahhoz, hogy ha van egy tárgyból 4-5 alkalom, akkor ha valaki nem mind az 5 alkalommal vesz, és csak mondjuk 3 alkalommal, akkor már ez egy elfogadott történet, tehát egy kicsit könnyedebb, mint aki alapszakon, ugye van ez a 80%-os bejárási kötelezettség, de nálunk is vannak elméleti órák, ugye azt megismeri mindenki, hogy gyakorlatilag csak ami kötelező, azt ugye a vizsgázás a kötelező. Szemben a gazdaságtudományi kar, mivel ők mindig nagy létszámú hallgatót kezelnek, ők függetlenül attól, hogy gyakorlati vagy kollokviumos tárgyról beszélünk, igazából ugyanúgy történik a lebonyolítás, hogy alapvetően előadás formába tartanak meg mindent. Ezeket az előadásokat mindig felveszik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nincs bent az órán, akkor is felkerülnek ezek a videók, jellemzően az ő saját felületeikre, ők jellemzően a Moodle-t használják, és ezek bármikor visszanézhetőek. Egyrészt ez azt hiszem úgy hangzik, hogy hú, ez így most nagyon-nagyon könnyű, mert bármikor utána tudok nézni. Én azért azt mondom, hogy a gazdaságtudományi karon oktatott néhány gazdasági tantárgy, az bizony nehéz annak, aki nem gazdasági területről jön. Tehát én azt gondolom, hogy ott maximális odafigyelés kell, és maximális felkészülés. Tehát azért, mert ez egy levelező tagozat, ezt ne gondolja senki sem, és nem elriasztani akarok senkit a sportmenedzser mester képzésről, de azért itt ez azzal jár, hogy ezekre az órákra nagyon komolyan, vagy ezekre a vizsgákra nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni. Tehát az, hogy meglegyen egy számvitelvizsga, vagy hogy meglegyen egy üzleti gazdaságtan vizsga, az bizony több napos komoly felkészülést igényel, hogy tényleg elolvasni a jegyzetet, megérteni a feladatokat, és megcsinálni saját magadnak a feladatokat. Annyit lehet még tudni a gazdaságtudományi karról, hogy nekünk van egy vizsgaközpontjuk, és ez úgy működik, hogy a hallgatók ott vizsgáznak számítógépen, de olyan szinten szűr a rendszer, hogy szinte semmilyen esély nincs, semmifajta nem megengedett eszköz igénybevételére. Gondolom egyébként, akik itt vannak, nem is szeretnének ilyeneket igénybe venni, de azért ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon professzionálisan működő történet. Ugye az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetnél viszont sokkal inkább ugye ezek a kis csoportos foglalkozások a jellemzők. Mi nagyon-nagyon gyakran adunk csoportos feladatot, egyéni feladatot, beszámolót. Nálunk inkább az a két felület, ami elektronikusan működik, ez a Canvas és a Teams rendszer. Tehát itt azért azt kell mondani, hogy a két kar az egy picit más elektronikus rendszereket használ, de hogy mindegyik karnak van egy olyan típusú elektronikus felülete, ahol azért az órák anyaga nagyrészt megtalálható. Mi a saját óráinkat nem szoktuk fölvenni, tehát itt inkább csak a prezentációk és a szakirodalom kerül egyébként megosztásra. Szemben ugye a gazdaságtudományi karral, ahol viszont tényleg mindent egészen a vizsgaidőszak végéig meg lehet tekinteni. Nyilván ott azért nehézséget okoz, hogy 1300 másik hallgatóval kell mondjuk azon versenyezni, hogy beférjenek egy adott vizsga.
vizsgaidőpontra. Néhány kép az épületről, talán amit kevésbé ismernek a ezen az első két képen, itt a gazdaságtudományi karnak látszik egyébként az épülete kívülről, illetve hát itt még van egy ilyen kicsit régebbi kép a mi saját csarnokunkra, ami éppen most felújítás alatt áll, tehát reméljük, hogy mire végeznek, addigra újra lesz egy ilyen szép csarnokunk, ahol lehet működni, illetve ez a kis terem, ez pedig a Kazinczy utcai épületnek egyik terme került itt lefotózásra. Ami még szintén ilyen nagyon-nagyon érdekes kérdés szokott lenni, ugye, hogy hogy lehet bekerülni a mesterképzési szakra. Ugye azt, aki kicsit utána nézett a mesterképzési szakokra, azt azért lehet tudni, hogy a mesterképzési szakokra eddig se volt annyira egységes a felvételi pontszámítás, mint az alapképzési szakokra. Szóval azért mondom, hogy eddig, mert ugye talán aki hallgatott híreket, azt tudja, hogy 2024-től aztán minden intézmény egyébként alapképzésbe is el tud térni. Most maradjunk a mesterképzésnél. A mesterképzésnél alapvetően az elérhető összpontszám az 100, tehát maximum 100 pontot lehet elérni, és ezt mindegyik egyetem saját maga határozza meg, hogy hogy adja össze. Tehát amikor most valaki gondolkodik mondjuk egy sportmenedzser képzésen, nem nagyon van értelme a három sportmenedzser képző szakpontjainak összehasonlítására, mert hogy máshogy számol a testnevelési egyetem, máshogy számol a Pécsi Egyetem, és máshogy számolunk mi. Igazából ami nálunk ilyen, és látszik is a pontokon, ugye összességében diplomával lehet 45 pontot hozni, és nálunk a 4-es és az 5-ös diploma azért elég magas értéket jelent, mert ugye a 4-essel 40 pontot, az 5-ös diplomával pedig 45 pontot lehet hozni. Pici nyelvbotlás volt, de akkor mondom, hogy az 50 pont az a minimum felvételi pont, amivel be lehet kerülni egy mesterszakra. Nem azt mondom, hogy nálunk, csak hogy egy ilyen törvényi elvárás, az 50, vagy törvényi elvárás volt ez az 50 pontos határ. Tehát azért, aki 5-ös diplomával jön, az szinte már elérte ezt a pontot. És nálunk emellé csak egy motivációs beszélgetés van, tehát nem csinálunk írásbeli tesztet, nem csinálunk semmi egyebet, hanem egy motivációs beszélgetés, ahol egyrészt azt nézzük meg, hogy valaki mennyire elhivatott egy ilyen sportgazdasági, sportmenedzseri témákra, van-e bármi fajta kapcsolata ehhez, illetve egy szakirodalom feldolgozást szoktunk kérni, illetve van ez az úgynevezett többletpontok, de ezekről már mindjárt beszélek. És akkor nézzük meg, hogy mégis mi lesz a motivációs beszélgetésen. Gyorsan leellenőriztem, hogy nem írtam el a dátumot, nem írtam el, még nem tudunk ennél pontosabb dátumot. Az biztos, hogy a motivációs beszélgetés az június utolsó hetében lesz. Jellemzően ma már 2 napra szoktuk tenni, pont amiatt általában 1 napra jön a hallgatóknak a 90-95%-a, csak ha valakinek ütközik egy másik felvételivel, ezért szoktunk esetlegesen egy második napot megadni, hogy azért ő is el tudjon jönni felvételizni, hiszen ugye a mesterszakon minden egyetemre, minden szakra külön kell felvételit tenni. Ugye látszik-e ez, hogy 3 részből áll ez a motivációs beszélgetés. Az első rész az tényleg egy klasszikus motiváció, hogy miért szeretnél sportmenedzser szakon tanulni, milyen elképzelések vannak, mi az, amit már eddig láttál ebből. A másiknál egy picit azért megpróbáljuk azt megfogni, hiszen itt azért az alapfeltétele a sportszervező szaknak lenne az elvégzése, de mint mondtam, ez egy nagyon-nagyon nyitott szak, de azért próbáljuk arra fele terelni a hallgatókat, hogy mire belépnek a sportmenedzser képzésre, azért a sporttörvénynek az alapfogalmaival azért legyenek tisztában, és ezeket az alapfogalmakat egy picit visszakérdezzük a felvételin is. Most, aki éppen abban az évben mondjuk záróvizsgázik sportszervezésből, az rá fog jönni, hogy kisebbet fogunk kérdezni felvételin, mint a záróvizsgán. Tényleg csak egy ilyen alapismereteket fogunk nézni. És akkor van egy olyan része,
hogy egy szakirodalmi szakcikk ismertetése, és ezt most szeretném elmondani, hogy ezt saját magadnak kell választani, tehát ez nem arról szól, mert én azért, mint szakfelelő szoktam kapni ilyen kérdéseket, hogy tanárnő akkor ajánljon irodalmat, vagy hogy önök mit várnak el. Itt pont az lenne a lényeg, hogy te saját magad, vagy-e annyira önálló, hogy megtaláld azt a cikket, tanulmányt, kötetet, ami tényleg egy sportmenedzser vagy egy sportgazdasági témáról szól, és ezt be tudod-e mutatni érdekesen. Az, hogy ez a sport melyik területéhez kötődik, hogy szabadidősporthoz, versenysporthoz, bármi máshoz, ez teljesen rajtad múlik. Az a lényeg, hogy itt tényleg neked önállóan kell tudni találni olyan típusú szakirodalmat, ami kapcsolódik a szakhoz. A másik, amit mi azért nagyon-nagyon értékelünk, bár ugye most már az hangzott el, hogy nem kell nyelvvizsga egyébként a diplomákhoz, azért azt tudni kell, hogy a sport az egy kifejezetten nemzetközi terület, tehát hogyha valaki tényleg vezető funkcióba szeretne Magyarországon egy sportszervezetnél elhelyezkedni, azért szinte a társalgási szintű angol nyelvtudás az elvárás, és pont emiatt itt a többletpontoknál mi kiemelt figyelmet helyezünk a felsőfokú, illetve akár a középfokú nyelvvizsgára is. Egyébként kimenetként jelen pillanatban a sportmenedzser mesterszakon egy középfokú nyelvvizsga kötelező. Ami belépési előzmény, ugye alapvetően a sportmenedzser szak az a sportszervező szakra épül, tehát aki ezt a szakot végezte, ugye semmi más nem kell tennie, mint benyújtja a jelentkezését. Viszont van nekünk rengeteg másik szakunk, amit rengeteg féleképpen neveztek az elmúlt években, ami ugye a sporttudományi területnél van, ez a testnevelőedző, rekreációszervező és nagyon-nagyon sok más ilyen szakirány. Ők úgymond ilyen kredit elismerést kell, hogy benyújtsanak, mégpedig a jelentkezésig kellene ezt megtenni. Viszont itt azért azt tudom mondani, hogy aki alapszakon, például rekreáció szakon végzett, annak semmilyen plusz tantárgyat nem kell a sportmenedzser során elvégezni, mert a rekreáció alapszakon vagy egy edző alapszakon hallgatott annyi sportvezetési vagy sportjogi ismeretet, ami elegendő a sportmenedzser területén. Azoknak kell általában valami plusz tantárgyat felvenni, akik egyéb területről jöttek, tehát jellemzően gazdasági területről. Ugyanis mutatom, hogy a belépéshez ugye összességében 30 kredit kellene ezekről a területekről, de az is meg van határozva, hogy 10-10-10 kredit egy-egy területről, és ami probléma szokott lenni mondjuk a gazdasági területen lévőknél, hogy sporttudományi területről vagy egészségtudományi területről egyáltalán nincs kreditjük, és ezeket kell majd a képzés folyamán 2 év alatt pótolni. Nyilván ezt megint azt mondom, hogy az órarendhez illesztve. Itt azért elő szokott fordulni, hogy ezek a kreditpótló tantárgyakat esetleg ilyen online módon valami hétköznap esténként szervezzük, hogyha nem fér bele a péntek szombati napba. Az biztos, hogy bejönni személyesen csak péntek délután és szombaton kell, de az előfordulhat, hogyha vannak ilyen plusz egyéb pótolni valók, azok esetleg online, esetleg másnapra kerülnek, bár ezeket is igyekszünk péntekre, illetve szombatra tenni. És akkor amit talán mondanám az, hogy egy kicsi önreklám vagy, akik azért ide járnak, azok szerintem ismernek bennünket talán egy picit. Amit mi rendszeresen szoktunk szervezni, ez elsősorban a sportszervező sportmenedzsment szakcsoporthoz kötődik. Fél évente egy van, amikor 2, ez témától függ, szokott lenni sportgazdaságtani kerekasztal, azt jellemzően online formában tesszük, és ezek mi jelen pillanatban az ELTE YouTube csatornáján visszakövethetőek. Évente szokott jelenni konferenciánk, ezt szeretjük jelenlétben megtartani már, amikor a helyzet ezt megengedi, ez kevéssé sportgazdasági,
itt a teljes intézetünknek, akár a testnevelő tanárszakos, akár a rekreációszakos, akár bármi másfajta kutatási eredményei kerülnek bemutatásra. Illetve van egy podcast sorozatunk, amit az egyik kedves kolléganom, dr. Bukta Zsuzsanna tanárnő, meg az ötlete van, és mert rengeteg-rengeteg adás szintén felkerült az ELTE-nek a YouTube csatornájára, ezek mind-mind visszahallgathatók, ezek mindig a sport aktuális társadalmi-gazdasági kérdéseivel foglalkoznak, illetve évek óta próbálkozunk azzal, hogy az azért nagyon-nagyon nehéz, hogy a sport az egy annyira változó terület, hogy itt klasszikus szakirodalmat ajánlani nagyon-nagyon nehéz, de most már évek óta minden évben egy vagy két tanulmánykötettel jelentkezünk, ahol aktuális kutatási kérdéseket, akár szponzorációról, akár a sportfinanszírozásról, akár rekreációs trendekről, és itt a saját oktatóinknak a tanulmányai jelennek meg. Tehát azért az elmúlt 5 évben próbáltuk meg tényleg felépíteni azt, hogy ne csak az oktatásunk, hanem a kutatás, a kutatási terület, és az ilyen publikációs területen is legyenek olyan eredmények, amelyek mondjuk a hallgatókat segítik a tanulásba, vagy esetleg a különböző fejlesztésekbe. Itt néhány információs érdekesség, ugye, hogy magát a szakleírást meg lehet találni, az általános felvételi tájékoztató az ELTE PPK honlapján van, illetve vannak közösségi média felületeink. Ami dátumot én talán nem raktam bele, de én azt gondolom, hogy talán ez mindenkinek egyértelmű, hogy jelentkezni a mesterszakokra, ugye február 15-ig kell a felvi felületen, nagyon sok minden onnantól kezdve automatikus. Ugye nálunk ez a szak jellemzően mindig csak szeptemberben indul, tehát nincs keresztfél éves képzésünk, tehát gyakorlatilag szeptemberben indul, és onnantól kezdve egy két éves folyamatos munka, és én ezzel a lendülettel szeretném megköszönni a figyelmet.